Sziasztok, én Elek Robert vagyok, és itt is vagyunk a harmadik csatornámon. Köszöntök mindenkit nagy szeretettel. Készüljetek fel, ugyanis ez a videónk brutálisan felkavaró lesz, mivel ítélteknek az utolsó vacsoráit fogjuk megtekinteni háttértörténetekkel. Hogyha esetleg valaki nem tudná, hogyha valakit ítélnek, az életük legutolsó vacsorájára bármit választhatnak, amelyet csak szeretnének. Brutális ebbe belegondolni, de ti mit választanátok egyébként? Én tuti, hogy vagy egy jó kis pizzát, vagy pedig hamburgert, vagy netalán bolonyait. A komment szekcióba mindenféleképpen írjátok le, hogy nektek mi lenne az utolsó vacsorátok. Ezt a videóötletet egyébként Fézrág inspirálta, a nevek kiejtésért pedig előre is elnézést, ugyanis tudta, hogy bajban leszek velük. Alien Werners, egy amerikai sorozatgyilkos, aki egyben prostituált is volt. 1989 és 90 között 7 férfit lőtt le, és ezáltal ölt meg. 1992. januárjában pedig méreginjekció általi halálra ítélték gyilkosság vádjával. De a kivégzés előtt rengetegen tiltakoztak a büntetés ellen. Mi beteg már, hogy ennyi szimpatizáns lett? Több mint 800 nő tüntetett, ugyanis szerintük igazságtalan volt ez az ítélet. Sokak szerint Werners szellemi fogyatékos lehetett, így nem tudta, mit csinál. És képzeljétek el, egy család még örökbe is fogadta annak reményében, hogy így majd valahogy meg fogja tudni úszni. De hát nem úszta meg. Na de mit is kérhetett volna az utolsó vacsorájára, hogyha nem egy pohár fekete kávét? Konkrétan bármit választhatsz, de te fekete kávét választasz. Bár ilyen szituációban nem tudom, hogy mégis mennyire lehet az embernek étvágya. De ezek az emberek szinte mind pszichopaták, szóval ki tudja, lehetséges, hogy mosolyogva, meg halálnyugodtan szürcsölgette el életének az utolsó kávéját. Nyilvánosak az utolsó szavai is, amely nem hangzott máshogy a kivégzés előtt, mint sem úgy, hogy annyit szeretnék mondani, a sziklával hajózok, visszatérek, mint a függetlenség napja, Jézus és június 6-a, mint a film, a nagy anyahajó, meg ilyenek. És képzeljétek, kitöltettek vele még a börtönben töltött ideje alatt egy pszichopata tesztet, amely 40 pontos, és ő ebből a 40 pontból 32-t ért el, és azt mondják a szakemberek, hogy 25 felett szinte garantált, hogy valaki pszichopata. Hogyha bejön nektek ez a videó, akkor mindenféleképpen már most csapassatok rá egy hatalmas nagy lájkot, ugyanis számomra ez a legeslegnagyobb visszajelzés, és hogyha látom, hogy van rá igény, akkor akár egy sorozatot is csinálhatunk belőle, mivel sajnálatos módon nyersanyag van bőven hozzá, na de jöjjön is akkor a következő halálra ítéltünk, aki David Leon Woods. Az volt a terve, hogy ellop egy tévét, de ez úgy végződött, hogy leszúrta a tévé tulaját. Másnap pedig felhívta a rendőröket, hogy megtalálta a holttestet. De megbánhatta vajon ezt az egészet, és azért hívhatta fel a rendőröket? A legeslegtöbb ilyen szörnyű személyen megbánásnak apró jelei sincsenek. De miközben a rendőrök kikérdezték, a saját édesanyja adta fel a fiát. És ki tudja, hogy az anyjával is milyen szörnyűségeket tehetett a mindennapjaik során. Hát nem véletlenül dobta fel, már rettentően elege volt a fiából, na de ő az utolsó vacsorájára pizzát kért, illetve a pizza mellé még egy születésnapi tortát is. Na ez a vacsora kombó számomra sokkal, de sokkal szimpatikusabb. Mennyire durva egyébként, hogy 22 évet úgy kell börtönben töltened, hogy tisztában vagy vele, hogy te onnan már nem fogsz kijutni soha, és ott fogsz meghalni is. Vajon ilyenkor választható, hogy inkább öljék meg most méreginjekcióval, vagy pedig inkább 22 év múlva. Bár így sokkal nagyobb a büntetés. Lehetséges, hogy azok a rabok, akik már nem bírják, ilyenkor szoktak öngyilkosok lenni. Finom ez a pizza, az egyszer biztos. Vajon ő is mondott ehhez hasonlókat? Kötve hiszem, de az van nekünk ideírva, hogy az utolsó szavai azok voltak, hogy bocsánatot kér a családtól, és még azt is mondta, hogy bűntudata van a történtek miatt. Na ilyet nagyon ritkán lehet látni, hogy egy gyilkosnak bűntudata van. Ugyanis általában teljesen érzéketlenek, a tortát pedig képzeljétek el, azért kérte, ugyanis a kivégzése után 3 hónappal lett volna a születésnapja. Gondolom, meg szerette volna ünnepelni,
ugyanis a születésnapját már nem fogja megélni. Ez a torta is jó, és ez a kombó így együtt fenomenális. Vajon az utolsó másodpercekben mi zajlódhatott a fejében? Annyira belelátnék egyszer egy ilyen embernek az elméjébe olyankor, ugyanis rettentően érdekes lenne, meg egyben hátborzongató is. Jöjjön is a következő személy, méghozzá James Edward Smith, aki egy rablás során lőtt le valakit a 2000-es években, és ezután ítélték halálra. És az utolsó vacsorájára el nem hinnétek, hogy mégis mit kért, ez a legesleg bizarabb, ugyanis konkrétan földet kért. Na de hogy mégis miért? Talán ez szimbolizálhatja azt, hogy földet rá, és ezért kérhette azt. De a börtön nem adott neki földet, ugyanis azt hitték, hogy ez valami vudu szertartáshoz kell, a föld helyett, amely a kérése volt, pedig inkább kapott egy pohár joghurtot. De ki tudja, hogy mégis mit művelhetett volna azzal a földdel? Én őszintén szólva megnéztem volna, illetve még kíváncsi lennék arra is, hogy vajon csalódott volt-e, hogy nem kapta meg, amit kért. És mondjuk a joghurtot idegesen hozzávágta az egyik őrhöz, vagy pedig halálnyugodtan csak eszegette, és közben mosolygott, és készült a sorsára, amelybe már beletörődött. Sokkoló ilyen szituációba képzelni magunkat, tényleg. Timothy McVeigh, ő a legeslegveszélyesebb erről a listáról, ugyanis ő volt felelős az 1995-ös oklahomai robbanásnak, amellyel 168 embert ölt meg, akik közül 19-en még csupán kisgyermekek voltak. Ezen felül pedig több mint 680-an sérültek meg. 2001-ben pedig méreginjekcióval kivégezték. Na de az ő utolsó vacsora kérése nem volt más, mint sem két doboz mentás csokis fagyi. Azaz konkrétan 2 liter fagyi. De ezt hogyan kell elképzelnünk, hogy ő békésen leült, és megevett 2 liter fagyit, fél óra alatt mondjuk, az őrök pedig végignézték ezt, és így vigyorgott meg minden, vajon felfogta, hogy több száz családot teljesen tönkretett? Bár sajnálatos módon kötve hiszem, ugyanis őrült lehetett, és lehetséges, hogy még az élvezetét is lehet ebben, ki tudja. Nem láthatunk bele egyszerűen az ilyen tömeggyilkosoknak a fejébe, hogy mégis mi zajlódhat le. Az biztos, hogy rengeteg sötétség. Fú, de jó amúgy ez a fagyi. Nem találtam mentás csokit fagyit, ezért egy vianettát vettem. Nagyon régen ettem amúgy ilyet utoljára. Kicsiként pedig mamánál folyamatosan ilyeneket nyomattam nyáron. De hogy Timothy vajon megbírta enni azt a 2 doboz fagyit, vagy pedig nem, az már örök rejtély marad. Robert Elton Harris, egy amerikai gyilkos, akit az 1978-ban történt San Diego-i gyilkosságokért végeztek ki, ahol 2 tinédzser fiúval végzett, méghozzá a Jack in the Box nevezetű gyorsétterem lánc egyik parkolójában. És miután végzett ezzel a 2 tinédzserrel, ellopta a kocsijukat, majd kirabolt egy San Diego-i bankot. Néhány órával később pedig elfogták, és ami a legeslegkomolyabb a történetben, hogy az egyik meggyilkolt tinédzser gyermek apja rendőr, és ez a rendőr tette a bilincset rá Robertre. Végül 1992-ben lépett a gázkamrába azzal az utolsó szavakkal, hogy lehetsz király vagy egy utcaseprő, de előbb-utóbb táncra perdülsz a kaszással. És nem véletlenül van itt nekünk 6 dobozos kólánk, ugyanis ő kérte a legeslegtöbb mindent az utolsó vacsorájára, méghozzá 6 kólát, KFC-s csirkét, plusz egy pizzát, meg még egy kis fagyikát is mellé, és hogyha ez még mindig nem lenne elég, egy kis jelly beans-t is mellé. Fú, ez a kombó, hogy bírt ennyi mindent megenni, meg meginni? Most kajakra bevágott 6 doboz kólát? Brutális! Na de, kóstoljuk is meg, hogy mégis miket nyomatott. Bár KFC mellé jó is amúgy a kóla.
ugyanis valamennyire közömbösíti az erőset, de fú, hogy bírta ezeket mind megenni? Hát már most megfájdult a hasam ennyi kajálástól, de ezt úgy kell elképzelni, hogy órákon keresztül ő csak békésen eszeget, vagy van erre valami időlimit? Mert lehetséges, hogy azért kért ki ennyi mindent, hogy minél tovább életben maradjon, és 3 órán keresztül szépen ellassolgatta a kis KFC-s csirkéjét, a pizzáját, a jelly beans-eket vajon a fagyiba rakhatta, és úgy dobta fel, mert ez jó kombó lehet. És akkor még ezeket leöblítette közel 2 liter kólával. Hát neki aztán vasból volt a gyomra is. Ennyi is lett volna ez a videónk. Ezeket a videókat se adjátok ki. Én köszönöm a figyelmet, majd hamarosan találkozunk. Addig is, szevasztok!